mit tetszik szólni, hogy sokan leutánozzák a hortobágyi csikósokat, hogy nem idevaló, ezt a viseletet hordják, nem idevaló emberek? Hát mondjuk ez már olyan, hogy mondjuk beszélgettünk már erről többször is, hogy volt róla szó többször is, hogy ezt azt mondják, hogy a polgármesterasszonynak kéne levédeni, vagy pedig az állami gazdaságnak, hogy nem védhető, vagy nem hordhatná senki sem hortobágyi csikós ruhát. De van ilyen, vagy ilyen, nem egy olyan nagy valami, csak ez egy rendes törvény ez különben. Aztán levennék mindenkiről, akkor mindenki nagyot nézni, hogy hát jobban csinálja a csikós bemutatót, de mindenki a maga táj jellegének a megfelelő ruhába csinálja. De hát most, ha valaki bejön Hegyeshalomnál, úgy lássa ott a Balaton mellé megyen, vagy akár ott az út mellett is, hogy van egy kivonírva egy kis lovastanya, van lovasiskola, van, ott már egy kis csikós bemutató van, egy hortobágyi csikós ruhában van a gyerek. Na. Úgyhogy mire ide ér Hortobágyra, akkor azt mondja, már ilyet látott 5-5, 6-5, 2-5, 3-at. Na de mondjuk, aki régebben járt, ugye az megint másabb volt, mondjuk nem is volt ennyi hobbi bemutatós, de mondjuk régen a Hortobágyon egy csikó meghajtás volt, amit is meghajtottuk. Ugye volt az a 150-160 darab csődőr, hát a végén már 70-80 darab volt, de még akkor is látványos volt. De ugye már mostan nincs eseoszt, akkor hát már most mindenütt csinálok egy kis bemutatót, azt akkor javutok át. Ez az igazság. Hát akkor mondjuk szerintem szebben is, vagy jobbnak is látta mindenki a Hortobágyot, meg jobban is tetszett az egész, mikor látta, hogy ottan vágtázottam én is. Meg némelyik úgy meg volt írni, hogy egyik a másik árban úgy beleragaszkodott, hogy majdnem így hogy bepisírt, mikor ott a ményes árdi mögött mellette. Ugye az a 70-80 vagy mikor 150 darab volt, hát ez a különbség benne az egészben.